Most pedig egy különlegességet szeretnék bemutatni nektek. Ebben a hátsó raktárban már évek óta nem voltak emberek, úgyhogy nem is szaporítom tovább a szót, gyertek. Menjetek be nyugodtan, nézzetek körül. Olyan kellékek volt, vannak, amikhez már évek óta nem nyúltak emberek, nyugodtan nézzétek. Kelemen Dénes Waltert 2029. április 8-án meggyilkolják. Na csá! Szia! Várjál! Nem jönnél át hozzánk? Dani is ott lesz. Mert mi lenne? Mit csinálnánk? Dani tud egy jó horror. Nem is tudom. Ne csináld már, ilyen félős vagy. Hagyjál már, holnap tézi. Csak. Hát jó, te tudod. És akkor a szél kicsavarja a fát, ami alatt Dénes egy másodperccel ezelőtt állt. Ha a barátja felveszi a telefont, már halott lenne. Adjuk már. Miért vágsz ilyen komor képet? Liebner utál. Ő mindenkit utál, ebben nincs semmi újdonság. Tegnap a kiállításon... Klassz volt. Neked is tetszett? Hát... Ember! Szia anya, most jelent meg az új Percy Jackson könyv, és kéne rá egy kis pénz. De kijavítom azt az egyest. Jó, akkor hazamegyek. És végül egy szomorú hírrel érkezik. Ma délután 4 órakor terrortámadás érte a nemrég átadott Edzett Plázát. A robbanás során 15 ember meghalt, 21 pedig megsebesült. A tettesek kivétét még nem sikerült felfedni, de valószínű... Mik történnek támadási plázában fényes nappal? Te jó ég! Holnap se lesz könnyebb napom. Csá, Jakab, miért hívsz? Hello, Dénes. Lesz egy rájössünk után, lesz egy házi buli. Dokáig is ott lesznek. Jó, persze, ráérek. Úgy hálom, úgy hallom, valaki fáradt. Hát, nem szeretek korán kelni. Hát igen, csá.
egy csár. Telefon pénztárca. Csak szépen lassan. Semmi hirtelen nézni. Mi van a zsebed? Semmi, semmi. Hát, persze, és ha találok valamit, nyisd ki szépen. Szerencsétben, ha hazudtál volna. Nem hazudok. Nem bírom a hazud embereket. Most szépen leülsz ide, és elszámolsz 60-ig. Jó. És ha szólsz a rendőröknek, ha megtudom, hogy csináltál bármit is, akkor megtalálom. És akkor a rabló elvitt mindent. Ennyi maradt. Nehéz kérdés. Fel volt kamerázva az utca? Még közvilágítás sincs. Szólni kell a zsaruknak. Nem tehetem. Miért nem? Félek, hogy megöl. Ugyan már csak kamuzott, semmi esélye nincsen megszállni téged. Ne, én hiszek neki. Gyere, hát ha a bulitól jobb kedved lesz. Solo porque estoy sufriendo con la guiarte a la misa. A te de... 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 Ja... És akkor én még nézem, hogy itt te meg mit akarsz. Pedig én gondolom. Most ezt hogy csinálhatod? Mit szorál? De amúgy is... Nem néz ki annyira jól. Hagyjál. Akkor igyálni kell. Na. Dénes, nincs kedvetek beszózni? De. Aha. Dénes, hol van? Úristen, Dénes rosszul van. Dani, ne csak álljod, hívd a mentőket. Aha. Hugi, tudom, hogy nem fogsz hinni nekem, de 6 napja rátaláltam egy naplóra, amin szerepelt a nevem, és hogy április 8-án, azaz holnap meg fogok halni. Persze nem hittem el, de aztán sorra értek a különös balesetek, amelyeket a napló előre megjósolt, és elkezdtem félni. Először rám dőlt egy fa, aztán a pláza merénylet, aztán kiraboltak végül a szívroham. Egyszerűen nem bírom tovább. Megszoktam, szabad akarok lenni jóslatok nélkül, és nem félelemben. Nem őrültem meg, nem mások vettek rá erre, én döntöttem így. Anyáiknak ne szólj, nem akarom, hogy aggódjanak. Nekem meg már mindegy. Dénes. Hol van is, fiam? Ja, csak leviszem azt a gyerek pesgót a pincébe, hogy jó hideg legyen. Jó van, majd hagyjál nekem is. Persze. Mindjárt éjfél. Dani kiment kajáért. Egyébként most itt vagyok a pincéikben bezárkózva. A szülei sem tudnak rólam. Dani ma nem engedett sehova. Mindenáron el akarja kerülni a halálomat. Minden esetre még nem történt semmi veszélyes. Most már egyenesen fura lenne, ha semmi se történne. Kettő, egy.